Szeretettel üdvözöllek a mai blog videóban. Ez egy új esztendő, első blog videója, úgyhogy boldog új évet kívánok. Remélem, hogy számodra is 2019 lesz az egyik legeredményesebb év, és ki tudod hozni azokat a benne lévő lehetőségeket, amiket most így hozzá társítasz. Azt vettem észre, hogy mióta, és ez körülbelül 5-6 évet jelent, minden évet úgy kezdem, hogy kitűzöm a következő évi céljaimat, azóta sokkal inkább kihozom belőlük a benne lévő potenciált. Sokkal jobb érzéssel zárom le az évet, sokkal inkább azt érzem, hogy igen, ez volt a legsikeresebb évem az eddigiekhez képest, vagy hát, hogy fogalmazzak úgy, hogy minden évben Besti Revert könyvelhetek el. És egyébként a viccet félretéve én azt gondolom, hogy tényleg, hogyha sikerül lezárnod az előzőt, sikerül belőle tanulnod, akkor a 2000, vagy akkor a következő évedben, az előtted álló évben sokkal sikeresebb, sokkal eredményesebb tudsz lenni, hiszen egy nagyon sok olyan dolgot már nem fogsz elkövetni, amiket az előtte levő évben elkövettél. Ezért teljesen normális, hogyha mindig úgy érzed, hogy kihozod belőle a maximális potenciál, és ezért mindig Besti Reverként könyveled el. Én hiszek abban, hogy minden éved lehet egy kicsivel jobb, mint az előző, hiszen én is a folyamatos fejlődésben, akár csak 1-1%-kal, hogyha fejlődik a teljesítményed hétről hétre, évről évre, vagy akár majd tényleg hosszabb távon, akkor azok nagyon-nagyon meg fognak látszani a később, amikor összehasonlítod a korábbi énedet, a korábbi teljesítményedet a mostanival. És hadd hozzak egy személyes példát. Nagyon-nagyon régóta tanulom és hallgatom Pongorjász Attila mentoromnak, illetve Dan Sullivannek is a hanganyagait, és ebben van egy olyan gondolat, hogy a 2x, tehát az eddigi eredményeidnek a megduplázása, az jóval nehezebb feladat, mint hogyha 10x-et akarnál elérni. És elmondom, hogy miért. Mindig is tudtam, mindig is elméletben vallottam, vagy talán adtam is tovább embereknek, de most tapasztaltam meg csak igazán. Amikor 2x-ről van szó, vagy amikor a megduplázásáról a korábbi eredményeknek, ami lehet persze akármi, tehát most nem feltétlenül a pénzügyi vagy a jövedelmi tényezőknek a megduplázására gondolok, bár ez is lehet akár egy cél, de mondjuk az önbizalmad, vagy az érték, amit a világban kifejtesz, akár én nekem egyébként, most itt a 2x meg 10x-es párhuzamot azon a rendezvényen szeretném bemutatni, amit január 17-én tartok, mégpedig ez a Bestseller könyvíró konferencia, és már 110-en jelentkeztek rá. Csak hogy összehasonlításképpen, hogy tudd, hogy miről beszélek, az eddigi legnépesebb táború workshopom, az 8 fő volt, most pedig 110, tehát a videó végéig tudnám mutogatni így a tízeseket, ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani, tehát azt lehet mondani, hogy tényleg zongorázni lehet a különbséget. Több mint 10x, azt hiszem, hogyha jól számolom, akkor már ez majdnem 14x-et jelent. De elmondom, hogy mi a gondolkodásmód mögötte, és mi volt, ami ráébresztett arra, hogy tényleg egy 10x az, ha nem is mondom azt, hogy minden elemében ugyanolyan egyszerű, mint az eddigi eredményeknek a fenntartása, de valójában nagyon jelentős különbség nincsen. Igaza van, amikor azt mondják a mentorok, például Donald Trumpot olvastam egyszer, hogy ha csinálsz egy partit, akkor azzal az erővel, amivel csinálsz egy kicsit, azzal az erővel csinálhatnál egy nagyot, hiszen ugyanaz az energiabefektetést jelent. De a lényeg az, hogyha te megcsináltál korábban olyan programokat, és én megcsináltam ugye olyan programokat, ahol 5-6-7-8 fő vett részt, és hogyha ezt szeretnéd emelni 12-13, akár 15 főre, akkor igazából az egész modellhez nem fogsz hozzányúlni, csak sokkal többet fogsz dolgozni azon, hogy a 8 fölött behozzál még mondjuk 8-at. Több levelet küldesz ki, többet e-mailezel, igyekszel többet kommunikálni, hogy jobban odafigyeljenek az emberek.
De a modellen nem változtat, igazából azt akarod, hogy szinte minden változást mentesen zajoljon le, te neked ne kelljen jelentősen változnod, viszont igazából ahhoz, hogy a sikereid pedig bejöjjenek, ahhoz sokkal többet kell dolgoznod, akár oda kell pakolnod magad a munkaidő után is, és kevesebb lesz a pihenéssel töltött időd, kevesebbet tudsz töltekezni, és ezért igazából az előbb vagy utóbb el fogsz fáradni. Akkor azonban, amikor 10x-et akarsz megcsinálni, akkor egy teljesen új modellben kell gondolkodnod. Lehetséges, hogy nem is te fogod megcsinálni azt. Lehetséges, és biztos is, hogy ahhoz embereket szükséges fölvenned, koordinálnod, segítséget kérni tőled, persze vannak ennek költségei is, de ahhoz, hogy igazából látszódjon az eredményeiden, vagy elégedett legyél a fejlődéseddel, ahhoz szerintem szükséges az, hogy egy idő után bevonj másokat is a célodnak a megvalósításában, és ne csak egyedül dolgozz rajta, hiszen hogyha kitűzöl egy célt, amit mondjuk órában a cél eléréséhez órában számolsz, akkor hogyha csak te fogsz rajta dolgozni, akkor ezt az óra mennyiséget, azt majd nézd meg, hogy mennyivel hosszabb időt vesz igénybe, mennyivel később, akár évekkel később fogod elérni azt a nagy-nagy célodat, mint hogyha akár egy nap bevonnál 10 embert, és ők, hogyha csak 2-3 órát dolgoznak a te célodon, azzal már plusz 20-30 órával kerültél hozzá közelebb. Te pedig csak maximum 24-et tudsz, és akkor nem is aludtál még. Na de a lényeg tehát az, hogy egy teljesen új modellben kezdtem el gondolkodni, máshonnan kezdtem el összetenni az elemeit. És igen, sikerült 110 ügyfelet, résztvevőt, regisztrálót bevonzani, remélem, hogy te is ott leszel egyébként közöttük, mert nagyon-nagyon izgalmas programmal várlak, már sikerült leadni a munkafüzetet, már a készítésnek is teljesen a vég stádiumában vagyok, úgymond. Úgyhogy, és nagyon-nagyon szeretnék sok-sok meglepetéssel kedveskedni számodra. És még egy gondolat, hogy milyen inspirációt jelenthet önmagában csak ez a történet, hogyha sikerül a helyén kezelned, amit én elmondtam. Amikor ezt elmondtam barátaimnak, ismerőseimnek, akkor volt, aki azt mondta, hogy figyelj, hogyha Pető Bencének sikerült, akkor igazából mindenki számára lehetséges. És azt gondolom, hogy bár ezt viccből mondta, és a tisztelet jeleként mondta el ezt, annak ellenére, hogy ilyen kicsit ilyen pikírnek tűnhet, de egyébként minden viccben van valami igazság, azt gondolom, és én is azt szűrtem le belőle, hogy valóban igaza van. Mert valóban, hogyha nekem sikerült, és az eddigi tapasztalatok azok nem támasztották alá, a múltbeli eredményeim azok egyáltalán nem támasztották alá, hogy valamikor is ide eljutok, de hiszen, hogyha valahova el akarsz érni, egy olyan célt akarsz megvalósítani, amit még korábban az életedben nem tettél, akkor ne a múltbeli eredményeidhez hasonlítsd, mert azok alapján sose fogod elérni. Úgyhogy ha nekem sikerült, akkor valóban neked is, mindenki számára ez lehetséges, és azt gondolom, hogy ez legyen az inspiráció. A barátaimnak ez egy inspirációt jelent, hiszen ők ismertek, láttak akkor, amikor még egyáltalán nem voltam ezen a pályán, amikor még el se indultam, amikor még csak a kis workshopokat szerveztem, talán azokat sem láttam, de sokan még az előtti időszakból ismernek, azok meg abszolút meglepődnek ezeken az eredményeken, azt gondolom. És vannak neked is olyan barátaid, akik most abszolút nem nézik ki belőled azt, hogy meg tudod valósítani azt, amit egyébként igazából szeretnél, és amit égő vágyal akarsz. Úgyhogy azt javaslom, hogy te is indulj el, te is mutass példát, neked is gyűjtsenek inspirációt belőled a barátaid, ismerőseid, és aztán utána légy büszke magadra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a kicsit hosszabbra sikerült vasárnapi blog videó megtekintést. Nagyon várlak téged január 17-én, és hát nagyon sikeres új esztendőt kívánok.